vagyok. Én nem érek rá mindenre. Megmondta Cilla Romanova, hogy millió az ügy. Megmondta, vagy megmondta? Mm-hmm. Cilla Romanova. Hülye. Na, jó az estétek kívánok. Az estétek kívánok. Meg kéne ütetni a szemem. Semmit nem adnék, ha újra úgy látnék, mint fiatalon te. Most úgy látom, hogy Svitek Ágia, bekancsítok, látok. De amúgy nem. Hannó Gyurikám, szevasz édesapám. Na figyelj ide, nem szoktam én, vagy figyeljetek ide. Én nem nagyon szoktam komoly dolgokról beszélni, mert annyi bánat van az életben, hogy Netflix. Legkedvesebb barátnőm, Anna Frank. Igen, úgy megviselt ez a film, most lett vége. De úgy megviselt ez a film, hogy én azt nektek nem tudom elmondani. Kiskamaszokról beszélünk. Anna Frank és az ő barátnője. Éled a mindennapodat. Nem fogom elmesélni, tehát. Éled a kis tinédzser mindennapjaidat. Ma. Bárhol a világon. Tök mindegy, hogy jó. Egyszer csak a hatalom, az akkori hatalom, bármelyik hatalom úgy dönt, hogy hát itt a zsidókat, itt meg a buzikat. Fogja, és egyszerűen rájuk veri az ajtót. Te érted ezt? Mert én nem. Én nem. És teszi ezt úgy, hogy a szeme nem rebben. Fogja, és beordítja, hogy 5 percetek van összepakolni. Mondjuk a buziknak. 5 percetek van összepakolni. Úgy, hogy kialakítottál egy életet, és éled az életedet, ahogy mindenki más. Ez valami olyan elképesztő dolog, embereket így kipécézni. Semmit nem tettek. Se a világon semmit. Élték a kis mindennapjaikat. Élik a kis mindennapjaikat, és akkor egyszer csak úgy gondolják, hogy ő felhatalmazza önmagát, hogy akkor most a buzikat kiírtja. Vagy mondjuk a szőkéket. Vagy a szemüvegeseket. Érted, miért fontos az, hogy ne hidd el azt, és ne engedd, hogy befolyásoljanak? Mert azok az emberek, akik zsidónak születtek, azok az emberek, akik cigánynak születtek, azok az emberek, akik szőkének születtek, vagy azok az emberek, akiknek nem annyira jó a szemük. Bármilyen, tök mindegy, hogy milyen, annak született. Neked jogodban áll elfogadni. Nem vegzálni, elfogadni. Igen, úgy megviselt ez a film. De úgy megviselt ez a film. Pedig nem vagyok egy lelkis valaki. Nem nagyon szoktam lelkizni, de ez odavágott. Ahogy ül a kis barátnőjével, és ugye, hát milyen a tinédzser, hát biztos emlékszel rá, milyen voltál. Hát én is ilyen voltam. Majd, hogyha már nagyok leszünk, és akkor elmegyünk Hollywoodba, meg Párizsba, meg Anna Frank az, nem tudom, mi akart lenni, de nem is jelentősége valami, a barátnője, ápolónő, az mondjuk megmaradt benne. És egyszer csak fogja magát egy Adolf Hitler, feljogosítva érzi magát arra, hogy a német zsidókat, mert ugye hát először ott kezdi, aztán majd terjeszkedik tovább.
Ti rohadt tetves zsidók, mibe vagy, Adolf? És ordítanak, érted? Ordítanak. Anyukája terhes volt. A barátnő nem az Anna Franknak, hanem a barátnőjének. És az apja meg volt róla győződve, hogy miután terhes a mama, így nem tudják elvinni. Bement a náci katona, és ráfeküdt mind a két tenyerével a magzatra. Persze, hogy meghalt a mama is, meg a baba is. Soha ne hagyd magad befolyásolni. Soha ne hagyd magad befolyásolni. Nem lehetsz ennyire birka. Nem lehetsz ennyire birka. Az emberek születnek ennek, annak, amadnak. Senki nem kérte. Vagy ha kérte is, de ebbe nem menjünk bele, hogy kérte. Senki nem kérte. Maradjunk ennyibe. De tudod, mintha kérte is. Nem kapok levegőt. Annyira megviselt, hogy alig jön a levegő. Ha kérte is ezt a karmát, ezt az utat, az téged nem jogosít fel arra, hogy megtipord. Akár szemüveges, akár szőke, akár zsidó, akár cigány, akár buzi, akár hetero, tök mindegy. Nem jogosít fel rá, hogy te másokat bánts. Semmi nem jogosít fel rá. Érted? Semmi nem jogosít fel. Nem tud segíteni, ne árts. Ne árts. Kapok levegőt. Netflixen megy. Legkedvesebb barátnőm. Egy életen át barátnők, hát egy életen át, tehát olyan nagyon hosszú élet nem adatott az Anna Franknak. A Hanna, ő megszabadult. Azt hiszem 17 gyereke született, nem tudom hány unoka, meg dédunok, azt mondja, ő így átbosszult Hitleren. Én nem tudom, hogy érted, hogy mi zajlódik le egy ilyen embernek a fejébe. És én akkor mindig megkérdőjelezem, hogy vajon ezeket az embereket is anya szülte? Anya tejen nevelkedte? Mi játszódik le az agyába, hogy ő veszi a bátorságot, és ő mások felett ítélkezik? Az Istennek van. Istennek áll jogában feletted ítélkezni, senki másnak. Senki másnak. Ez odavágott, ez a film, fiam. Ez odavágott, ez a film. Mert most csak a buzikat, érted? És megint oda tudok visszakanyarodni, hogy a pedofília, meg a homoszexualitás közük nincs egymáshoz. Semmi közük nincs egymáshoz. Azért, mert ő ott ül, mert mi oda ültettük, és ő ezt most kitalálta. Azt figyeltem meg, a TikTokon rengeteg olyan videó van, ahol Orbán Viktornak a régi beszédeit benyomják. Homlok egyenest az ellenkezőjét cselekszi annak, mint amit mondott a 90-es években. Homlok egyenest. De tényleg homlok egyenest. Ülsz otthon, egyszer csak dörömbölnek. Mi van? Mit akar? 5 percetek van összepakolni. Büdös zsidók. Szerintem éltem én akkor. Tuti fejbe lőttek. Biztos, hogy fejbe lőttek. Szerintem tarkon lőttek. Hát én 100%, hogy neki mentem volna. Hát amilyen hülye vagyok. Soha ne hagyd magad befolyásolni. Soha. Soha ne hagyd magad befolyásolni.
Azért, mert valaki homoszexuális, neki épp úgy van joga élni, mint hogy neked, vagy nekem, vagy bárkinek. Halálpontosan ugyanúgy van jogában élni a saját életét, ahogy ő akarja. Nincs hozzá közünk. Semmi közünk nincs hozzá. Semmi. Semmi. És nem ismétlődhet meg. Soha nem ismétlődhet meg. Soha a büdös, tetves, telivebert életbe ez nem ismétlődhet. Elég szomorú, hogy ilyen volt, de nem ismétlődhet meg. Kizárt. 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 Nagyon megrázó film. Kösd fel a gatyát, ha megnézed, mert odavág. Ez nem horrorfilm. Na tudod mit? Ez az igazi horror. Ja. Ilyet tenni emberekkel, te? Nem is hiszem, hogy anya szülte ezt a Hitlert. Nem létezik. Nem létez. Valami ilyen nagyon sötét oldalról jöhetett ez az űrge. Lehet nem is ebből a dimenzióból, mi? A bolond volt. Hát ilyet értelmes, normális. Valamely, ha annyi jó érzés van benned, mint egy leesett mákszem, nagyanyám mindig azt mondta. Annyi jó érzés legyen benned, mint egy leesett mákszem. Hát az nem nagy, de van. Ebben annyi se volt. Ebben annyi se volt. És hogy mivé válnak emberek, te? A katonák, hogy milyen élvezettel cseszegették a zsidókat. Ez valami óborzalom. Nincsenek rá szavak. Pedig tudod, hogy kell másfél óráig ugatok, de ezekre nincsenek szavak. Nincsenek rá szavak. Engem sokkolt. Isten bizony. Sokkolt. Honnan tudod? Most csak a melegeket. Aztán majd a muszlimokat, tök mindegy. Tehát adhok, vesz egy csoportot, azt hello. Mehetsz a náthásba. Hát most már én is azt mondom, hogy mindegy, hogy ki csak ne ő legyen. Most már én is azt mondom. Mindegy, hogy ki csak ő ne legyen, de hát ezt a Márki-Zajt meg nem ismerem. Ismeri valamelyiktek? Jó, jó embere? Nekem nem szimpatikus, fogalmam sincs ki ilyete. Fogalmam nincs ki ilyet. De ez nem ismétlődhet meg. Ez nem ismétlődhet meg. Rettenetes. Mert értem én, hogy minden emberben ott lakik az állat is. Tehát van minden jó embernek van egy sötét oldala. Mindenkinek. Nehogy azt hitt, hogy neked nem. Mindenki. Nekem is van. Mindenkinek van. Szerintem. Tévedés jogát most is fenntartom, de szerintem mindenkinek van egy sötét oldala. De ilyet akkor se tudnék megtenni egy másik emberrel, hogyha nem tudom, mi lenne se. Nem. Hát inkább ott lőjön tarkon. Hogy én egy terhes anyának a hasára rá két kézzel. Te hülye vagy? Nem. Nem tudnám megtenni. És ezek megélvezték. Annyira fel lehet tüzelni a többi embert. Annyira fel lehet hergelni őket. Anélkül, hogy észrevennéd. Már fel vagy hergelődve. Hiszed vagy nem hiszed, de így van. Nagyon megviselt. Nagyon megvisel. Olvassak már, mi? Mióta vagyok monológban? 15 perc ógatok így magamba. Nekem se kell mások.
Végtelen szeretettel köszöntöm Márti néni. Te édes vagy, Dávid. Itt se a jobb, se a Biden vagy a Trump volt mind a kettő. Jó, mondja Márta. Tika, ha nem tudsz, ne árts. Mi a film címe? Hogy szomorodj meg. Hát ami ennek a izének a videónak lett a címe. Mit tudom én? A legjobb barátnőm, azt hiszem, az a címe. Már nem, már olvasok, mert nem olvastam. Annyira benne voltam. Köszönünk. Szép estét mindenkinek. Igen. Láttam a filmet, de csak három részembe tudtam megnézni. Én végignéztem, Gyuri. Én végignéztem. És engem úgy sok volt. Sajnos nem láttam, de pótolni fog. Ezt meg kell nézned, Andi. New Yorkból. Kinga McLean. Te szép neved van. Kinga McLean. Oh yeah. Van egy olyan vicc, hogy mikor hazudik a politikus. Mikor mond igazán, amikor mozog a szája. Úgy. Láttam a filmet, olyan szinten megviselt engem is, hogy azóta se tudok feldolgozni. Ennek soha nem szabad ott volna megtörténni. Nem is tehetődhet meg soha. Hú, nagyon, ez nagyon odavert. Azt mondja, hogy sok dokumentumfilmet láttam Hitlerről, konkrétan kimondták, hogy narcisztikus, Asperger, nem, autista volt, torzult lélek, gyermekkori traumák miatt. Igen? Hát az nekem is volt. Szia, drága kukucsmikim, egyem meg azt az arany lelkedet, köszönöm. Hát azt a szed engem nem ért sérelem, vagy másokat nem ért sérelem, azt mégse lettünk Adolf Hitlerek. Legkedvesebb barátnőm, Anna Frank, ez a címe. Most dobta fel megint a Netflix. Dobri vécser, kukucsmiki. Nagyon megviselt. Nagyon. Nagyon megviselt. Nem, az nem menti fel, hogy bántalmazták gyerekkorában. Ki bánatot érdekel? Szerinted? De engem apám vasalózsinórral vert. Jó, hallod. Régen nem olyan vasalók voltak, mint most, hanem ilyen kis, ilyen, mit tudom én, ilyen volt a vége, két luk volt rajta, azt kellett a vasalóba, másikat a konnektorba, apám kivette a vasalóhoz, adjad neki, ami a csövön kifért. Nem tudtam iskolába menni. És akkor most menjek neki valakinek? Szép estét mindenkinek, neked is, Mokány Lidi. Beteg ember volt, nagyon sajnos. Maradt még ilyen ember. Elmebeteg ember, nagyon sok. Az, hogy valaki hülye, az engem nem érdekel. Kit érdekel? Na, de ne kerüljön hatalomra. Hát kit érdekel? Én sem vagyok normális. Állítottam valaha. Hagyd el ilyen a számat, soha. Soha. Hatalomra ne kerüljön. Hatalomra. De most már én is azt mondom, bárki, csak ne ő. Bárki cseszmet, csak ne ő. Mert most csak a buzikat spécéztek így, vagy pécéztek is, pécéztek így. Na, de holnap meg a szemüvegeseket. Azt hiszed, hogy közhely meg itt, csak durva. Nem. Hát ennyi erővel. Köszönöm, drága Ágikám. Nem vettem én tévét, nem is veszek, Zsuzsa. Én megsértődtem. Hát nem majd megmondja nekem egy 20 éves kislánya a Vodafone-nál, hogy milyen tévét vehetek. Hát az anyádnak a csája az. Hát mondtam, hogy az az ember, aki nekem megmondta, hogy én mit csinálhatok, mit nem, az 21 éves koromban föld alá került. Na, onnantól kezdve senkinek nem engedem meg, hogy beleugasson az életembe. Összedugom, van két laptopom, összedugom, van kábelem is, összedugom, azt úgy nézek HBO Go-t, ha éppen azt akarok nézni. Na, azt, ha nem nézek HBO Go-t, nem kell fel a nap, halál pontosan ugyanúgy. Hát a műsornak jó volt, nem?
Műsornak jó volt. Hát néha kell, néha nem tudom, mit találjak ki, miről beszéljek. Tudod, hogy nem egyszerű ám? 40 percig, egy óra hosszáig egyedül ugatni? Nem egyszerű, hidd el nekem. Ha meg megpróbáltam. Azt mondja, nem lehet nekem olyat venni. Én vissza se hívtam utána, de hogy hívtam, nem töltöm én. Hát az idő a legdrágább az életet, beálmondtam. Hát nem, de hogy töltöm én vele az időt. De hogy töltöm. Azt mondja, szia Mártika, szép-szép estén. Sajnálom, Mártini, egyik politikus sem százas. Szerintem, aki politikára adja a fejét, az nem normális. Először is nem szeret dolgozni, szemmeggyőződésem, hogy utál dolgozni. Pedig maga a munkával nekem úgy nem volt bajom sose. Főleg, hogyha szerettem. Hát volt olyan, amit nem szerettem, de amikor például Pestre kerültem, és nem tudtam virágboltba elhelyezkedni, takarítani jártam, szerettem, de volt egy motel, ne tudd meg. Hát oda az kifejezetten ilyen futókalandok jártak, ha érted, miről beszélek, és én ott fél óránként ágyat húztam. Hát az annyira nem volt lélekemelő, de megcsináltam. Nem sokáig, egy fél évig bírtam. Aztán már olyan gyomorforgató volt, ott hagytam a bánatba, pedig jó fizetett. Inkább bevállaltam még egy család. Hitler anyja a saját nagybátyjához ment férhez, Ausztriában született, a Gonosz születése című film szintén sokkoló, ez nem ember, nem állat, erre szavak nincsenek. Ez így van, Éva. Mi volt nagyon jó? Pedig nagyon jó volt, mérges ünnep. Mi volt jó? Szép estét mindenkinek, neked is, Évike. Nem normális egyik politikus se. Illetve nem is azt mondom, hogy nem normális. Ez a hatalom, ez valahogy meglibbent minden embert. Valahogy úgy átesnek a ló túlsó oldalára. Azt hiszik, ha hatalmuk van, akkor halhatatlanok. Pedig nem. Lehet, hogy ez újdonság, de nem. Hát minden ember halandó. Meg a sok pénzed van, nem halsz meg. Nem a szart, nem. Hát dehogy nem halsz meg. Fiam. Szép estét, csokolom, drága Mártika, szép estét. Szép estét, Annácska. A tegnapi bolti tévévásárlás. Nem voltam én boltba. Itthonról akartam rendelni a Vodafone-tól egy tévét, de nincs jelentőség. Engedjük el ezt a tévétémát. Nincs nekem szükségem új tévére. Teljesen felesleges. Minek? És csapkapét. Pupi, szeretett Mátikám. Szia, Pannikám, drága. Nagyon megviselt. Nézzétek meg. Nézzétek meg. Nagyon jó kis film volt. Hát jó, ez relatív, hogy jó, de nem szabad, hogy megtörténjen. Adj egy ember kezében hatalmat, és meglátod a valódi arcát. Így van. Így van. A pénz és a hatalom átformálja az embereket. Te, én voltam nagyon gazdag, Éva, hiszed, nem hiszed. De olyan gennyesen gazdag voltam, hogy nem igaz. Komolyan. Én ugyanilyen hülye voltam. Én halálpontosan ugyanilyen voltam. Semmi nem változott meg bennem. De tényleg nem. Szép estét, de a Máté néni egyszer hallottam a szemüvegeseket meg kell becsülni, mert fizetnek azért, hogy lássák a pofánkat. Így van. Így van. Meg kell. Mi az, hogy meg kell? Péter. Na jó, van, ennyit akartam már, semmi többet. 24 perc szolgatok, legyen már elég, megviselt. Ezt nekem ki kell hevernem. Ma nem veszünk angolt, jó? Majd hónap, már hónap majd vidám a filmet nézek. Úgy jövök. Ide tikrozzátok. Nagyon megviselt. Nagyon-nagyon megviselt. Puszi mindenkinek. Jók legyetek, drágáim.
legkedvesebb barátnőm, Anna Frank, Netflix.